114, 115, 116, 117 perc. A vendégünk, ahogy ez az elmúlt napokban már itt a Civil Rádióban megtörtént, Udvarhelyi Éva Tessa, aki a Közéletiskolának munkatársa és számtalan más aktivista programnak a kulcsembere. Haló, szia, Péterfi Ferenc vagyok. Szia, szia! Na, Tessa, hát tudom, hogy valamelyik nap itt a közelmúltban Szabó Andris barátomnál a Kapocs műsorban már beszéltetek, de azért olyan fontos esemény, hogy ebben a magazin műsorban, ahol olyan sokat foglalkozunk a ti szervezetetek tevékenységével, nem tudtam megállni, hogy ne ejtsünk szót arról az eseményről, ami holnap lesz, azaz holnap téged a sokatagnak avatnak, ha jól tudom. Így van, igen, holnap lesz ez a taggá avató ünnepség a Magnetházban 6 órától. Én valamikor 8-10 évvel, de lehet, hogy még régebben ezelőtt kerültem kapcsolatba ezzel a szerveződéssel, méghozzá a szervezői kerestek ajánlókat. Miss Livetz Ferenc, az ő felesége volt, akik az elindításnál sokat ez ügyben, Judy Jensen, akik közreműködtek. Nem tudom, hogy ma már pontosan kik személyek kikírhatók ide, de tudom, hogy egy nagyon izgalmas nemzetközi szervezetről van szó. A társadalmi vállalkozásnak nevezik azt a magatartást, amit ők támogatnak. Mondj egy pár szót erről, ennél keresetlenebbül, mint ahogy én tettem. Igen, ők alapvetően olyan embereket keresnek, akik valamilyen módon a társadalmi változást segítik elő, és ami talán a különlegessége ennek az Asóka hálózatnak, hogy ők nem szervezeteket, hanem egyéneket támogatnak, mert azt gondolják, hogy az nagyon fontos, hogy legyenek jól működő szervezetek, de hogy kellenek kulcsemberek, akik változásokat tudnak generálni, katalizálni, és más embereket is beindítani ezekre a változásokra, úgyhogy ők ilyen embereket keresnek, és pár ezer tagjuk van azt hiszem a világban, Magyarországon előttem 35 tag volt, én lettem a 36. Kicsit büszkélkedjünk, hogy a Civil Rádióból Szabó Andris, aki beszélgetett veled, szintén a Soka tag volt néhány évvel ezelőtt, úgyhogy mi is magunk között tudhatunk egy ilyet. Ez az a Soka tagság, ez azon kívül, hogy egy kitüntető cím, meg egy biztonságot jelent, hogy teljes kapacitással a munkára lehessen, legalábbis én így értékelem, koncentrálni, tehát egy ilyen ösztöndíjat, de azon kívül egy összetartozást is jelent. Igen, őnekik az nagyon fontos, hogy azok, akik az Asóka tagok közébe kerülnek, ők egy közösséget alkossanak, és nagyon sok lehetőséget biztosítanak a tagoknak a fejlődésre, és egyébként ebben elsősorban nem is az anyagi támogatása fontos, hanem hogy egyrészt egymással összehozzák ezeket az embereket, ami már egy különleges lehetőség, másrészt pedig nagyon sok olyan támogatási lehetőséget nyújtanak, ami csak azoknak elérhető, akik a tagjai ennek a hálózatnak, és ezek általában pedig már a szervezetek fejlesztésére vonatkoznak, tehát hogy például cégek állnak velük kapcsolatban, akik azt mondják, hogy ők felajánlják a tanácsadó vagy bármilyen segítségüket, de csak azoknak, akik benne vannak az Asókában, úgyhogy azt hiszem, hogy ennek igazán ez az értéke. Tehát ez egy ilyen hitszerep, ami valószínű, vagy remélhető, hogy még tovább a te tevékenységedet, vagy azt, ami körülötted zajlik, annak a biztonságát szolgálhatja ebben a nagyon sok bizonytalanságot rejtő közegben. Igen, én azt remélem, hogy ugye nekem azt hiszem, hogy a munkámnak az egyik lényege az, hogy megpróbálok minél több embert meg ügyet összekapcsolni, ilyen csomópontokat találni, ahol lehet előre lendíteni társadalmi problémáknak a megoldását, és én azt várom ettől az egésztől, hogy azok a szervezetek, amik velem kapcsolatban állnak, vagy én kezdeményeztem, alapítottam őket, ők is az én tagságom által hozzájussanak ezekhez a lehetőségekhez. Azért azt is mondjuk el, tehát te eredetileg antropológus vagy, aztán sok mindennel foglalkoztál, de leginkább mostanában a lakhatási kérdés, a lakhatási mozgalom, a lakhatási szegénység, ami, ha jól tudom, érdekel, mindez, hogy esetleg egy demokratikusan működő társadalomban hogyan helyezhető el, vagy hogyan találhat megoldás, hogyan léphet a megoldás felé, mert megoldást önmagában együttől nem nagyon lehet talán várni. Hogy kerültél te kapcsolatban? Nem, hogy tudtad ezt meg? Vagy hogy szembesültél azzal, hogy téged firtatni fognak, illetve hogy aztán, hogy kiválasztott lettél? Igen, ez egyébként számomra is egy meglepetés volt. Én egyébként jelentkeztem, vagy benyújtottam a pályázatomat még sok évvel ezelőtt az Asókához, de
arra nem kaptam semmilyen reakciót, és aztán egyszer, azt hiszem 2 évvel ezelőtt kaptam egy telefont tőlük, ahol az hangzott el, hogy ők már 1 éve figyelnek engem, aha, és a tevékenységemet, és hogy most akkor számomra nyilvánossá teszik azt, hogy én jelölté váltam az Asókában, és akkor utána 2 éven keresztül egy ilyen nagyon hosszú és bonyolult, és egyébként elég sok munkával járó kiválasztási folyamat következett, nagyon sok interjú beszélgetésen kellett részt vennem, nagyon sokféle szöveget, koncepciót megírnom. Ez önmagában is egyébként egy ilyen személyiség meg szervezetfejlesztő folyamat volt, és aztán nemzetközi bizottság is meghallgatott, akkor visszadobják az anyagot, akkor újra meg kell írni, újra át kell gondolni, újra át kell beszélni, szóval, hogy ez egy ilyen viszonylag bonyolult dolog, és igen, tehát hogy számomra is ez meglepetés volt, és egyébként amíg ez a kiválasztási folyamat zajlik, addig nem is szabad erről nyilvánosan beszélni. Aha. Hát ez holnap lesz ez az esemény, most közben hirtelen ránéztem az helyszínre, hogy tényleg hát holnap van csütörtök este 6-kor a Magnet közösségi házban. Nagyon gratulálunk ehhez a dologhoz, és tényleg igazán öröm, amikor valami megfelelő cím, megfelelő helyre kerül, illetve az is érdekes, hogy amikor emberek hitelesítenek egy díjat, és azt hiszem, hogy ebben az esetben is talán ez is zajlik. Tessa, a gratulálása meg az elismerésen túl még azért nem úszod meg, hogy a napokban érkezett egyik új felhívásotokról ne kérdezzelek. Január 20-án lesz egy újabb kutatócsoportotoknak a bemutatója, Önállóan lakni, közösségben élni, azt hiszem ez a címe. Erről egy pár szót még kérlek, hogy szólj. Igen, ugye azt talán most már lehet tudni, hogy a közélet iskolájának az egyik tevékenysége az oktatáson kívül az a részvételi akciókutatások szervezése, és ez egy új részvételi akciókutatásunk, amiben 10 mozgáskorlátozott ember, illetve 3 kutató vesz részt, akik nem mozgáskorlátozottak, és mi azért jöttünk össze, hogy azt vizsgáljuk, hogy ma Magyarországon mi akadályozza azt, hogy a mozgáskorlátozott emberek önálló lakhatásban éljenek, tehát hogy ne intézményben, vagy esetleg a családjukhoz kötve kelljen élniük, hanem teljesen önállátóan, önfenntartó és önálló módon, és azt nézzük meg ezzel a kutatócsoporttal, hogy mik ennek az akadályai, illetve nyilván mivel egy részvételi akciókutatásról van szó, ezért utána azon is fogunk gondolkozni, meg azért is fogunk lépéseket tenni, hogy ezeket az akadályokat legyőzzük, és ugye ennek a kutatásnak az érdekessége, hogy ez nem felülről ránéz egy problémára, hanem azok az emberek kutatják ezt a problémát, akik ezt a bőrükön nap. Tehát nem idegen kívülről érkező tudósok érkeznek, hanem az érintettek saját maguk, azt veszem ki, igen, abból, amit mondasz. Ez a 20. alkalom, ez nyilvános, gondolom, ugye? Tehát bele lehet hallgatni ebbe, akit érdekel. Igen, ez egy műhelysorozatnak a része, egy 6 alkalmas részvételi akciókutató műhelysorozatnak a 3. alkalma lesz egyébként, és teljesen nyitott, annyi, hogy arra szoktuk kérni az embereket, hogy töltsék ki a jelentkezési lapot, amit a honlapunkon megtalálnak, hogy tudjuk, hogy... És ott az Aurora közösségi házban lesz, ugye? Így van, mint mindig. Igen. Tessa, köszönjük szépen a nem veszett tolakodásnak, de a sikeredet egy kicsit, annyit foglalkozunk a ti dolgaitokról érdemmel, tehát nem, egy kicsit mi is büszkék vagyunk arra, mintha közülünk való lennél, illetve hát egy kicsit közülünk valónak tekintünk. Gratulálunk ehhez, nagyon jó munkát kívánunk. Hát nagyon köszönjük, és a támogatást is egyébként, mert nekünk az nagyon sokat jelent, hogy a Civil Rádió ennyire figyel ránk, és hogy ennyire segít abban, hogy minél több emberhez eljussanak a híreink, meg az eseményeink. Öröm ezekről hallani. Szia!